Oklevelek, díjak az asztalokon, diákok, testnevelők a Vármegyeháza dísztermében. Az elmúlt néhány évben a Covid miatt nem rendezték meg a Diáksport gálát, ezúttal viszont ismét találkozhattak a sportolók és felkészítő tanáraik, és az eredményekre sem lehetett panasz az elmúlt tanévet illetően. A 2022-23-as diáksportanév rendkívül eredményes volt a vármegyei sportolók szempontjából. Csak az országos döntőkön 8 arany, 7 ezüst és 7 bronzérmet szereztek, nem beszélve az egyéb helyezésekről, indulásokról, illetve a megyei versenyeken elért eredményekről. Ezért nagyon örülünk annak, hogy 4 év kihagyás után ismét sikerül megrendeznünk ezt a gálát. Természetesen nem csak a sportolókat díjazzuk, hanem a mögöttük álló pedagógusokat is, edzőket, illetve azokat az iskolákat, akik biztosítják azokat a kereteket, körülményeket, hogy ők megfelelően fel tudjanak készülni ezekre a versenyekre. Az illusztris helyszín nem véletlen, a vármegye vezetői méltó körülményeket szeretnének biztosítani az évet lezáró rendezvénynek. Kiemelten fontosnak tartjuk, és ezt igazából nem is tehetném meg másképp én sem, én magam sem, de Seszták Oszkár elnök úr is abszolút támogatja a diáksportot, hiszen látjuk azt, hogy mekkora lehetőség és mekkora tehetség rejlik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei diákokban és azokban az iskolákban, akik úgymond lényegében kovászaként táptalajt adnak a gyerekeknek arra, hogy kipróbálhassák magukat a különböző sportágakba, és hát természetesen ez egy nagy együttműködés, hiszen itt a szülők, iskolák és a gyerekek együttmunkája, együtt dolgozása és együttműködése az, amelynek eredményeképpen úgy gondolom, hogy a sportban és a diák sportban kiemelten nagyon komoly eredményeket érünk el évről évre, és ezért köszönet minden diák sportban dolgozó felkészítő tanárnak és természetesen mindenkinek, aki segíti a gyerekeknek az előrehaladását, munkáját. A gálán megköszönték nyugdíjba vonuló testnevelők munkáját is. Kovács Tibor több mint 4 évtized alatt számos sikert ért el a Krúdi diákjaival. Először is örülök, hogy ezt a szép kort megértem, és ilyen aktívan. Mindig szívemben viseltem a diáksportot, bárhol is dolgoztam a sportterületén. Még talán nem is negatív irányba, de mindig mondták, hogy tanár úr az iskoláért, a diákokért mindent még azon a szinten felül is megtett talán. A sport az a diákoknak a mindene. Én azt gondolom, hogy aki a sportot, a mozgást szereti, az egy olyan plusz élményt kap az életében a tanulás mellett, ami leírhatatlan, és örök életében emlékezni fognak azokra az emlékekre, azokra a sporteseményekre, amiket közösen átéltünk diákolimpiai rendezvényeken. A Kisvárdáról érkezett Borbély Gábor tanítványai a tornában értek el szép sikereket. Mi a torna sportágban vagyunk érdekeltek legfőképpen, fiú és a lány kategóriában, én a fiúkat viszem, és az országos diákolimpián a csapatom második helyezést ért el, 3.-4. korcsoportban, és egyéniben Takács Norbert lett az első, tehát az országos bajnok. A jövő év januárjában már is jelentős esemény házigazdája lesz Nyíregyháza. A hónap utolsó hétvégén rendezik meg az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjét.